A VET szerint még 2014-ben kötött életbiztosítást a Kozár Mislányi polgármester két biztosítóval és a város képviselőjeként. Ezek a településvezetőre vonatkoztak, az egyik életbiztosítás kedvezményezettje az önkormányzat, a másik maga Bíró Károly volt. Csütörtökön a Pécsi Járásbíróságon azt mondta, szerinte ezzel nem követett el bűncselekményt. Meggyőződésem szerint ezzel nem úgy ütemkezelést követtünk, hanem egy gondos gazda módjára előre takarékoskodtunk egy jövőbeni kiadás fedezeteként. Én utána a következő 5 évben ezzel nem foglalkoztam, ez egy rendkívül alacsony költségtétel a önkormányzat költségvetésében, viszont bizonyítja azt, hogy ez transzparens, hogy minden évben a költségvetési rendeletben külön nevesített soron szerepeltettük azt, hogy polgármester életbiztosítása, és erre fizetünk havi összesen a két kötvényre 35-40 ezer forintot. Egészen pontosan a városi költségvetésből fizették, közpénzből. A városvezető szerint azért kellettek ezek, hogyha nem nyer 5 év múlva, akkor ebből fizetik a végkielégítését és a lehetséges jutalmát. Mikor került az önkormányzatra az, hogy ezekhez a szerződésekhez szükség lett volna a képviselőtestület elnökségével? Ezt kérdezte a bíró, ugyanis közben letelt az 5 év, a kötvény 1,5 millió forintos értékét kifizették a polgármesternek, aki saját számlájára kérte a pénzt. Mindezt úgy, hogy a Kozár Mislányi képviselők erről semmilyen döntést nem hoztak. Én akkor érzékeltem, amikor ez a pénz kiutalásra került, hogy akkor most ez megfelel-e a minden szabálynak, ennek megvan-e a jó címe, és a kormányhivatallal is konzultáltam erről, ez már 2020 évelején volt. Így van, és ezt a részét elfogadom, hogy a jogcím az hiányzott akkor évvégén, 2019 évvégén. Ezért valahogy indokoltá és hivatalossá kellett tenni ezt a kifizetést. Erre 2020 márciusában került sor, amikor rendkívüli képviselői ülést tartott a Kozár Mislányban. Megállapítottak számomra jutalmat. Ez nem újdonság, mert szinte minden évben kapott a polgármester jutalmat. Volt a 10 év alatt, volt 2 év, amikor nem. A többiben 4-5-6 havi jutalmat is kapott a polgármester, személy szerint én. Így a vádlott szerint nem volt semmi meglepő ebben az utólagos döntésben. Az okirat hamisítás kérdése az önkormányzati bankkártyák használatát érintette. Itt polgármesteri utasításban szabályozták, hogy ki jogosult ezekkel fizetni. Azonban itt később olyan okiratot módosítottak, aminek az eredetiét nem találták, illetve az időbeliség sem egyezett. Ugyanis az állítólagos 2014-es utasítás, amit 2015 módosítottak, olyan dolgozó nevét is tartalmazza, aki csak 2018-tól állt a Kozár Mislányi önkormányzat alkalmazásában. Az ügy tárgyalása tanúk kihallgatásával folytatódik pénteken.